Exatlonistát, két férfi versenyzőt, avanc! A legnagyobb, legmeredekebb csúszdája az exatlonnak. Pirosban Suti Andrés, kékben pedig Fülöp Marci. Felkészülni, 3, 2, 1! Csúszda és Andrés! Most Marci is benne a vízben, nézzük meg, ki ér oda elsőnek, kinek jön be jobban. A nagy csúszda és a medence, Andrés jön ki elsőnek, és a bajnok érkezik először az egyensúlyozó részhez. Na nézzük, hogy az országos bajnok táncos hogy tudja átküzdeni magát, ott van már a végén, de Marci is jön, Marci azonban szintén elbizonytalanodítani, ki ez könnyebben ment. Egy kávával vezet Andrés, Marci is ott van, megvan a harmadik, és most a negyedik, mind a két fiúnak nagyon együtt vannak. És eddig tökéletesen alkalmazkodtak az exatlonhoz, és az akadálypályához tekerik föl a hidat, kinek megy elsőnek, és szinte egyszerre futnak föl, nincs különbség köztük, kiegyenlített a csata. Háló alatt, mintha hetek, hónapok óta itt lennének, Andrés, Marci. Robbannak ki, két kitűnő atlétát látunk. Na nézzük a lövést. Páf! Ez elgurul. Ez hosszú. Marci egy kicsit jobban eltalálta a ritmust. Ez most rövid. De ott vannak közel. Andrisnak hosszú, Marcinak hosszú. Andrisnak egy bent van. Marci rövid. Szedik össze a lasztikat. Andrés két labdával és Marci is két labdával. Nem rohan az utolsóért. Nyugtatja le magát. Lő! És ez hosszú. Andrés. És hosszú Andrésnak, Marcinak pedig rövid. És ez hosszú Andrésnak. Még egy labdája van Andrésnak. Azzal kockáztat. Rakja bele. És megcsinálja! Kiegyenlítenek a bajnokok! 3-3! Jó, jól táncoltál ott az egyensúlyozón. Az mi volt? Hát a lábad előrébb járt, mint a kezed, és hopp-hopp. A végén már egy-kétszer fogtam. Mondom, ne essek le! Megvan az első pontom! Megérkeztél az exatlon. De nem az utolsó. Ordítok egyet. 2-3! Marci. Jó volt, Marci! Fú, figyelj, ez először próbáltam fejest ugrani. Úgy lementem az aljára, ahogy lehet. Egy kis, nem volt olyan nagy levegőm. De egyébként a medencén kívül tök jól jöttél a pályán, és nem tanultad a lemaradást. Hát próbáltam lassan jönni, hogy ne sérüljek meg. Ez volt a lassú. Itt nagyon jó volt is, hogy ne tedd le a térdet, úgy tudsz gyorsabb is lenni, meg nem surolódik le a térdet. Szuper. Ügyességére rá kell érezni. Nem néztem ki oldalra. Én azt vettem észre. Próbáltam ráérezni. Ehhez még kell még egy kör. Andrés, hát nemrég még ott álltunk a Dancing with the Stars stúdiójában, most meg itt vagyunk Dominikán. Hát milyen itt lenni? Hát nem olyan, mint a parkettán, megmondom őszintén. Fárasztóbb, lehet, hogy azért, mert ez még új és sok az adrenalin bennem, de nagyon-nagyon élveztem. Hallottam végig a csapatot kintről, mit mondtak, bár sokszor nem fogadtam meg, de idővel majd ebbe is belejövök. Te otthonról már láthattad a faházat és a villát is, hova mennél szívesebben? Őszintén megmondom, hogy nincs baj a faházzal, de szeretem a kényelmet, ezért természetesen a villába szeretnék menni, főleg az első héten. Az exatlon nagyon jó, a pálya is nagyon tetszik. Azt éreztem az elején, hogy egy kicsit tüdőbe elfogytam, de ezen fogok sokat javítani. Az ügyességi pedig az olyan, amilyen.